Hello, Péter vagyok a MicroApp-től. Ebben a videóban meg fogunk nézni egy matricát. Ha előfizetőnk vagy, kapni fogsz tőlünk egy matricát, amit most ide leteszek, ide így itt, láthatod. Szóval így néz ki ez a matrica. Most megnézzük, hogy mik a legfontosabb adatok, amelyek rákerülnek erre a matricára. Természetesen nem valós adatokat fogok használni. Ez a router beállításról szóló hosszabb videóból kivett példa, amelyben azzal példáztam, hogy mi lenne, hogyha Linus Torvald MicroApp előfizető lenne. Na most hát az ő adatait nézzük meg ezen a matricán. Láthatod, hogy kell rá egy üzembehelyezési időpont, amely hát jelzi azt, hogy mikor került beszerelésre az eszköz. Van rajta egy Wi-Fi név, és tartozik hozzá egy Wi-Fi jelszó. Ezt te adod meg ott a helyszínen a kollégának, hogy mik legyenek ezek az adatok. És ez nagyon jó, mert hogyha hirtelen elfelejted, akkor ezt ott mindig megtalálod, hogy mi is pontosan a jelszavad. A másik, ami két nagyon fontos rublikát alul, amivel bekerülnek a PPPoE adatok, ezek nagyon fontosak, hiszen ezzel tudsz csatlakozni MicroApp hálózatára, és ezzel tudsz igazából nálunk internetezni. Úgyhogy ezek az adatok kerülnek a matricára, ezek nagyon jó helyen vannak a router eszköz tetején, és hogyha bármikor szükséged van rá, onnan megtaláld ezeket az adatokat. Ilyen egyszerű.